Fejlesztés fontossága vitathatatlan, ám annak hiánya beláthatatlan következményekkel járhat. A funkcionális mozgásformák megfelelő elsajátításán és biztonságos végrehajtásán keresztül vezet az út az iskola érettséget minősítő mozgásfejlettségig. Kutatások igazolják, hogy az a gyerek, aki minél korábban, minél sokoldalúbb mozgásfejlesztésben részesül, az a mozgásban és a gondolkodásban is sokkal kreatívabb, tanulási képességekben pedig magasabban fejlett lesz. Mozorgó órák, ezek nagyon, nagyon újak, még most szeptemberben kezdtük ezt. Ez azért érdekes talán már, hogy körülbelül éppen ma kérdezték, hogy mióta foglalkozom én mozgástanításra, ez már több mint 30 éve. És ez mégis egy nagyon-nagyon új dolog. A sportcsarnok vezetésével közösen találtuk ezt ki, hogy fiúknak, lányoknak, picikéknek, 5-6 éveseknek, tehát a nagycsoportos ovisoknak, illetve az alsó tagozatos korosztályban a gyerekeknek, tehát fiú-lány közös csoportokban mozgásképzést indítunk. Az edzéseken a gyerekek elsajátíthatják a készségszintű alapmozgásokat, ami nem csak az iskolai teljesítményre van jó hatással, hanem felkészíti őket a későbbi sportág választása is. Nem véletlen favorizálják sok sportágban a fiatalkorban történő sportágkezdést, hiszen ezek a sportolók nagyobb eséllyel érnek el kimagasló eredményeket. Játékos formában fejlesztik az egyensúlyérzéket, a szemkész koordinációt, a térérzékelést, az irány- és iramérzékelést. A játékos feladatokat egymásra építik, sokféle eszközt használnak fel ahhoz, hogy ügyességi feladatokon keresztül fejlesszék a gyerekeket. Emellett a rendszeres mozgás erősíti a tüdőt, és az izomrendszer jó működéséhez is hozzájárul. Jelenleg 10-15 fővel heti 2-1 órában folynak a foglalkozások, ennél nagyobb létszámú csoportot nem is szeretnének, viszont van lehetőség újabb csoportokat indítani, ha van rá igény, mondta el Huszár Kriszta. Tehát szeretnénk a városban létező összes sportág irányába nyitni, és javasolni, hogyha természetesen a szülők ezt engedik vagy igénylik, hogy mi az, ami igazán passzolna. Nyilván lehet nálunk is maradni a mozgásművészeti stúdióban, táncolni, sporterobikozni, de szeretnénk a korcsolya irányába, az atlétika felé, de akár később a labdajátékoknak is innen utánpótlást biztosítani. Jó lenne, hogyha ez egy ilyen köztudott dolog lenne, hogy nem muszáj 5-6 évesen kiválasztani a sportágat, hanem először sok-sok játékkal megszerettetni a mozgást, és aztán majd utána. Az intenzív mozgásterápia a hiperaktív gyerekek fejlesztésében is eredményesen használható. A gyerekek megtanulnak csapatban dolgozni, kölcsönösen figyelni egymásra, a felnőttek utasításait követni, mindezt játék, tánc és mókás fizikai mozgások formájában. Megfordulhattok a steppen, szerezhettek labdát, de nem szabad átmenni. Úgy kell rádobálni az ejtőernyőre, hogy itt maradtok ebbe a kis medencébe, ami itt van a tükör és a step között. A foglalkozások célja elsősorban az, hogy a gyerekekkel megszerettessék a mozgást, kialakítsanak bennük egyfajta mozgáskultúrát. Ezzel segítséget szeretnének nyújtani a szülőknek, hogy a gyerek testi, lelki adottságainak megfelelően válasszák ki későbbiekben azt a sportot, amiben majd kiteljesedhetnek.